Sziasztok, köszöntelek benneteket! Habár a hőmérsékletek most még az őszt idézik számunkra, a hét közepétől lassú melegedés veszi majd kezdetét, és megfontolt lépésekkel haladunk ismét a nyára jellemző időjárás felé. Az előttünk álló időszakban, még az elkövetkezendő egy-két nap folyamán, a maihoz hasonlóan hűvösebb, hidegebb levegő tölti ki a Kárpát-medence térségét, azonban a hét közepén, szerda, csütörtök tájékán egy gyenge hidegfront súrolja majd hazánk területét, ebből jelentős csapad viszont nem kell majd készülni, mögötte, illetve az azt követő napokban viszont délfelől egyre inkább melegebb és enyhébb léghullámok érik majd el a Kárpát-medence térségét, és egyre inkább a tőlünk délebre levő magas nyomás peremére kerülünk majd. Az előttünk álló éjszaka folyamán viszont még nem kell enyhülésre és a hőmérséklet emelkedésére készülni, ugyanis a felhőzet csökkenése veszi majd át a szerepet hazánk időjárásában, és egyre inkább a csökkenő felhőzet, valamint a szakadozó felhőzet lesz az, amire számítani lehet országunk nagy részén, csökken majd a csapadék hajlam is, és a hajnali reggeli órákban már szinte mindenütt megszűnik a csapadék tevékenység. Lesznek olyan területek hazánkon belül, ahol szinte teljesen kiderül majd az ég. A hőmérséklet általában 9 és 14 fok közé süllyed, a hajnali reggeli órákban, a szélvédett völgyekben viszont ettől pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A holnapi nap folyamán közepesen vagy gyengén felhős időre készülhetünk. Országunk nagy részén egyébként zavartalan időjárásban és csendes, nyugodt időjárásban lesz részünk, a több órás napsütés és a csapadékmentes idő határozza meg hazánk nagy területén az időjárás menetét, viszont az északi tájainkon előfordulhat kisebb zápor, esetleg a határaink mentén, északi határaink mentén egy-egy zivatar, de ezek nem lesznek markánsak, illetve heves jellegűek. Az északnyugati nyugati szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet a délutáni órákban 20 és 25 fok közé emelkedik. Az ezt követő időszakban pedig megérkezik a gyenge hidegfront, amely majd súrolja hazánk területét, és amelyről már beszéltem is a kezdő pillanatokban. Először ez a gyenge hidegfront a hazánk nyugati területét éri majd el, ez itt a mögöttem látható valószínűségi előrejelzésen is szépen kiolvasható, viszont a keleti tájainkat már inkább a csütörtök magasságában éri majd el, de a belőle várható csapadék nem lesz nagy mennyiségű. Az ezt követő időszakban pedig tovább folytatódik majd a lassú melegedés, amit már a videó elején is felvázoltam. Én ezzel szeretnék szép hetet kívánni nektek, kövessétek előrejelzésünket, elérhetőségeinket, és tartsatok velünk a következő napokban is. Sziasztok!